Az NB2-t megnyerő férfi rögbi csapat mellett a hölgyek is remekeltek a 2023-24-es szezonban, így a hagyományokhoz hűen, a város nevében, a polgármester fogadta a városházán a bronzérmes csapatot. Cserpalkovics András úgy fogalmazott, büszkeség és különlegesség is egyben, hogy egy ilyen kemény, határozott csapatsportban a Fehérvár Rögbi Klub harmadik helyen tudott zárni. A dobogó az mindig egy nagyon-nagyon szép dolog, itt elhangzott, hogy ráadásul nem csak a felnőtt, hanem az utánpótlás korosztályok tekintetében is van eredmény, és nem csak a Fehérvári Rögbi Klub mezében, hanem válogatott mezben is felfeltűnnek a fehérvári rögbis hölgyek, úgyhogy járt nekik itt a városházi gratuláció, magam adtam át, de nyilván a város közössége nevében. Gyolcsos Ferenc, a klub ügyvezető igazgatója elmondta, jobb helyre várták a női csapatot, de ennek ellenére nem lehetnek elégedetlenek, hiszen nagyot léptek előre. Utánpótlás játékosaink U18-ba, U16-ba, az U16-ba a laza esével közösen a Klagenfurt világjátékokon elsők lettünk, ott három fehérvári kislány szerepelt, az U18-as lengyelországi megmérettetésbe kettő lányunk szerepelt, és természetesen kettő fiú is szerepelt, és a magyar válogatottba a Jakub Eszli szerepelt, mondhatnám, meghatározó játékos volt. Jakub Eszlili elégedett teljesítményükkel, és a következő szezonban szeretne még jobban szerepelni, de egyénileg is feljebb lépne, mind Fehérváron, mind a válogatottban. Eléggé sok célom van, így magammal és a csapattal szemben is. Magammal szemben az, hogy végre kijussak és külföldön játszhassak, mert az eléggé nagy álmom, és azt hiszem, hogy van is benne valami realitás. Így csapatszinten az, hogy megtartsuk ezt a harmadik helyet, hogy följebb is jussunk. A sportoló abban bízik, hogy a közeljövőben külföldi csapatban is bizonyíthat Ausztráliában, Új-Zélandon vagy Franciaországban.